Ungár Péter, az LMP társelnöke. Jó reggelt kívánok! Szép reggelt kívánok! Terencsényi Dávid újságíró kollégám még ott tart, hogy én táncolni fogok, vagy sem. Nem fogok táncolni. Ezt egészen biztosra veheted. Értem, és igyekszünk elnök urat sem megtáncoltatni. Nem tudhatod, lehet, hogy szívesen táncolni reggel 6 óra 30-kor. Szerintem mindenkinek jobb, ha nem. Tehát akkor még egyszer jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Elnök urat, nézőknek! Volt alkalmam végignézni tegnap este meglehetősen sok YouTube-ra feltöltött videóját, amiben többek között ott találja meg, vagy ott jelöli ki a 2022-es ellenzéki összefogás kudarcát, hogy mindent, vagy túl sok mindent a Fideszből, vagy személyesen Orbán Viktorból vezetett le az ellenzék, és egyszerűen egy ilyen helyzetben, amikor saját ötlet, vagy saját mondani való hiányában Orbán Viktorra reagál, abból csak Orbán Viktor jöhet jól ki. Azt gondolom, hogy ez egy releváns helyzetértékelés. Azt azonban nem említi, hogy egy olyan összefogás, amely magát alapvetően baloldaliként jellemezte, vagy baloldaliként definiálta, elindult a választásokon egy magát alapvetően jobboldaliként definiáló első emberrel. Nem valami nagyon hasonló történik jelen pillanatban? Egy magát alapvetően zöld-bal térfélen azonosító LMP, aki a főpolgármester aspiránsaként Vitézi Dávidot, egy deklárta jobboldali politikust, szakembert nevezett meg eddig. Vitézi Dávid zöld gondolkodása, ezt azt hiszem nagyon nehéz kétségbe vonni, sőt, talán a kritikusai se vonják ezt önmagában kétségbe. Azzal kapcsolatban van vita, hogy ezen a zöld gondolkodáson belül ki hova helyezi a hangsúlyt, de az, hogy Vitézi Dávidnak zöld, a közösségi közlekedés fejlesztő gondolatai vannak, vagy akár a városkép kapcsán zöld gondolatai vannak, ezt tényleg senki nem vonja kétségbe, sőt, hát ugye a Lázár Jánossal lévő konfliktusainak egy része is innen ered. Tehát ez egy elég ideológilag ebből a szempontból megalapozott udvarlási folyamat most. Amúgy én egyetértek azzal az állítással, hogy probléma, hogyha ideológilag nagyon eltérő színezetű koalíciók alakulnak ki. Na de azért egy önkormányzati pozíció teljesen más, mint egy parlamenti pozíció. Pont az a probléma most az önkormányzati választással, és arról, ahogy az ellenzéki kollégáink az önkormányzati választásról beszélnek, hogy azt gondolják, hogy országos ideológiai kérdéseket fogunk tudni önkormányzati szinten eldönteni. Pedig a kaposvári, szombathelyi és budapesti polgármester nem az eutanázia szabályozása nevelőszülők fizetéséről, vagy az Oroszországhoz való viszonyról fog dönteni, hanem arról, hogy mik közlekedjenek a Lánchídon, mi legyen a kaposvári főtéren, vagy mikor fejeződik be a szombathelyi elkerülő, hogy ezek az önkormányzati választás kérdései. Az gondolom, hogy folyamatos visszatérő regurgitációja, vagy ilyen visszahányása annak, hogy majd most le fogjuk váltani Orbán Viktort, a nézők pontosan tudják, hogy hazugság, az önkormányzati választáson senki, sehova, semmit nem fog Orbán Viktorról leváltani, akkor is, hogyha egy darab fideszes önkormányzati képviselőt se választunk. Abban kétségtelenül igaza van, hogy egy városi, megyei jogú városi polgármester, kerületi vezető, majd, hogy nem ügyintézett, a sokkal fontosabb feladat számára az, hogy üzemeltesse a rábízott várost, városrészt. A főpolgármester esetében is így van ez, hiszen ez az a pozíció, kvázi a miniszterelnök után, akire a legtöbben szavaznak, miközben miniszterelnökre nem is szavazunk listavezető, lehet egy kicsit bonyolultabb a dolog, de hogy hát azért mégiscsak mondjuk egy második, harmadik közjogi méltóság lehet ebben az országban. Szerintem ez egy lényegi kérdés. Van egy vitám Gyurcsány Ferenccel, aki azt mondta, hogy az volt Karácsony Gergellyel a fő probléma, hogy nem az ellenzék megszervezésére használta ezt a fontos pozíciót, amit főpolgármesterként elnyert. Ez a DK elnökének szempontjából egy koherens kritika volt Karácsony Gergellyel szemben. Most már úgy tűnik, hogy Karácsony Gergely egyetért ezzel az állításával a DK elnökével. Én nem értek egyet ezzel. Szerintem nem az a feladata a főpolgármesternek, hogy az ellenzéket szervezze, vagy hogy ismételten legyőzze Orbán Viktort. Ugye Karácsony Gergely esetében ez volt egy ilyen próbálkozás, aminek aztán mindenki tudja, mi lett a vége. De hanem az a feladata, hogy üzemeltesse a várost.
persze, hogy vannak ebbe politikai állítások. Vannak politikai kérdések arról, hogy a közösségi közlekedés vagy az autós közlekedést fejlesztjük, hogy mire használjuk egyáltalán a városképet, hogy teret engedünk-e folyamatosan a reklámoknak, hogy a városnak a városban való létezésben persze, hogy van politika, de ez nem az a fajta politika, ami a parlamentben van, és amire egy másik választás szolgál. És a dolgok legyenek azok, amik az önkormányzati választásokban Budapesten budapesti kérdésekről beszélünk, akinek pedig kormányzati problémája van, annak, azt most meg tudnám mondani a végét a reklámnak, hogy keresse föl a következő parlamenti választ. Most úgy beszélgetünk, bocsáss meg Anita, mert hogy nekem ez erősen úgy tűnik, mintha a Vitézy Dávid jelölése egy realitás lenne. Történt valami? Én a hipotetikus gondolkodásába a kérdésnek belementem. Tehát még mindig a hipotézisnél tartunk, hogy így esetleg, van. Ha mégis Vitézy Dávid úgy dönt, meddig fogjuk ezt játszani? Szerintem már nem sokáig, mert érzem, hogy szerkesztő úr többször kérdezte, és a türelme már kezd elfogyni, és ez számomra fontos. Nekem végtelen, tehát a választás után is szívesen megkérdezem, hogy mikor indul Vitézy Dávid, csak nincs értelme. Hát hamarosan. Mielőtt még az uniós pénzekre ráfordulnánk, egy könnyebb téma így a kettő közé, ugye a nevelőszülőket említettük, az első talán legfontosabb kérdés, hogy hogyan kerültek egyáltalán a nevelőszülők az LMP lántó mezejébe, mert hogy egy viszonylag kis közösségről, közegről van szó, akik egyáltalán vállalják ezt a nemes feladatot. Mégis az az érzésem, ugye én erre hivatkoztam, hogy ebből politikai terméket csinálni megint lehet, hogy egy kicsit rossz irányba vinni a dolgokon. Igen. Az alapvetően politika kérdése, hogy az állam különböző segélyezés vagy munkaformájában ki mennyi pénzt ad. A szociális szektor bérezése ebben az inflációs helyzetben egyre szörnyűbb, a gyermekvédelem is a szociális szektor része egyik feladata. A gyermekvédelmi dolgozók intézményben, tehát most nem a nevelőszülőkről beszélnek, például nagyon sok ilyen megkeresést kaptam az elmúlt pár hónapban, a minden emelés, amit kaptak, olyan, ami vagy éppen hogy tudja mondjuk valamilyen módon csökkenteni azt a kitettséget, amit az inflációs helyzet jelent, vagy azt jelenti, hogy praktikusan csökken a vásárlóképessége a bérüknek, és a nevelőszülőknél, akiknek szintén ugye az állam ad pénzt azért cserébe, hogy olyan gyermekeket, akiket így nem intézményi ellátásba kell helyezni, neveljenek, szintén nem követi a valós inflációt az a pénz, amit kapnak. Folyamatosan mindannyian halljuk a kormánytól, hogy a gyermekvédelem ilyen fontos, ilyen törvényjavaslatot adnak be, nagyon sokat beszélnek a gyermekvédelemről. De hát ezek azok az emberek, a nevelőszülők, akik a gyermekvédelmet valójában csinálják. És miért nem a családi pótlék vagy a teljes családi támogatási csomagról beszélnek, másik, akkor, amikor évek óta az se változik? Hát a családi pótlék egy széles körbe kiterjedt, az a szociális ellátórendszer, a szociális segélyezés egyik alapja. A nevelőszülői ellátórendszer az a gyermekvédelem, tehát abban az esetben, ha a gyermek nem a saját családjában van, hanem azért, hogy ne intézményben legyen, egy másik családban nevelkedik, akkor ott az állam ad ezért pénzt, és ez a pénz ez nem elegendő, erről szólt ez a megszólalásunk, és ráadásul ennek a pénznek az emelése ismételten bőven beleférne a magyar költségvetésbe a jelenlegi helyzetbe is. Köszönöm. Gondolkozom előtt, hogy kérdezzem meg, de ha már itt tartok, akkor meg fogom kérdezni. Hogy az, hogy egy politikus úgy dönt, hogy újságírói munkát végez, podcast, ugye Ungár Péter, ha valaki nem tudná, podcastot működtet, és ott műsorvezető újságíróként jelenik meg, az azt jelenti, hogy pályát akar módosítani, gondolkozik azon, hogy mi van, hogyha nincs LMP, mi van, hogyha nem pártelnök, mi van, ha nem a parlamentben ül, vagy csak unatkozik? Amúgy úgy látom, hogy nem csak én vagyok az egyetlen politikus, aki ezt teszi, hanem egyre népszerűbb ez a kollégáim körében. Nem furcsa? Ezt bóknak veszem. Azt gondolom, hogy ez a politika és a nyilvánosság viszonyának az alapvető megváltozása miatt van. Nem pályát akarok módosítani, hanem azt gondolom, hogy azzal, hogy egyszerűen megváltozott a média és a politika viszonya, és ezt szerkesztő úr nálam jobban tudja így az idő eltelte miatt, az azt jelenti, hogy a politikusoknak újféle lehetőségeket kell megtalálni. És ami az én YouTube podcast jelenlétemnek a része, tehát ha YouTube-ba beütik a nevem, akkor látják, az, hogy olyan dolgok, amire, ez nem kritika, ez egy tényállítás, amire nincs lehetőség ilyen műsorban megbeszélni. Például most a legutóbbi adásban arról van szó, hogy mi történik Romániában, milyen politikai folyamatok várhatóak az idén. Vagy arról is volt szó egy nagyon nézett adásban, hogy mi történik Oroszországban, vagy volt szó a szexuális kisebbségek helyzetéről. Tehát olyan kérdésekről, amiről nincs 40-50 perces hosszú kifejtésre lehetőség, tudjanak az állampolgárok, akik érdeklődnek, hosszú érvelő vitákat vagy beszélgetéseket hallgatni, és
én meggyőződésem, hogy a politika egyik feladata, és nekem, mint politikusnak részben az a feladatom, hogy a világot megpróbáljam valamilyen módon megérteni, az információkból kiválasztani, mi fontos Magyarország számára, és mi nem, és utána ezeket rendszerbe helyezni. Ezeket akkor tudom megtenni, hogyha ehhez van valaki, akivel ezt együtt egy konkrét témába tudok beszélgetni. De nem túl steril egy ilyen közeg? Bocsásson meg a kérdés, hogy nem túl steril egy ilyen közeg? Tehát akkor, amikor az ember bejön mondjuk egy televíziós műsorba, akkor ott számíthat esetleg olyan kérdésekre, ami nem biztos, hogy a szájíze szerinti. Egy podcastben, vagy bármilyen saját gyártású műsorban az ember végül is azt mondja, amit szeretne, aztán a komment szekcióban persze majd mindenki fog erre valamilyen formában reagálni, de mégiscsak egyfajta nézőpont, álláspont jut részben el a pont, ha már egy másik podcastoló, akinek a neve már elhangzott, Gyurcsány Ferenc, aki szintén indított egy ilyet, van egy közös beszélgetésünk, ott például nem könnyű témák kerülnek szóba, például nagyon éles vitánk van 2004. december 5-ének a megítéléséről, tehát részben ezt nem gondolom feltétlenül igaznak, részben pedig persze, hát az is a dolgom, hogy ide eljöjjek és válaszoljak olyan kérdésekre, amiket én nem tennék föl önmagamnak, meg az is a dolgom szerintem, hogy megpróbáljam kifejteni azokat az információkat, amiknek valamilyen módon a birtokába jutott. Ha már szóba kerültek ezek a podcast videók, mindent nem tudtam megnézni azért tegnap este, de elmélyedtem Meganya Gáborral készült podcastjában, és ha már a hang, az ebben megjelenő hang, amit én nagyon nem újságírói attitűdnek hallottam az elnök úr részéről, hanem egy hamis, negédes, konfliktus kerülő, nem egyszer alámenő, hogy... Az embernek nem kellenek nézők, a kritikusok is vannak. Úgy kezdtem el nézni, hogy Ungár Péternek karakán stabil, meglehetősen olyan véleménye rendelkezik, amihez lehet visszanyúlni, Meganya Gáborról ugyanezt gondoltam, és akkor ahelyett, hogy ezek a releváns, vagy teljesen valószínűleg elfogadható álláspontok érdemben ütköztek volna, az állítások elmentek egymás mellett, ön többször is jelezte, hogy bár nem ért egyet az elhangzottakkal, de inkább nem mondaná el, nem vállalná fel a konfliktust. Tehát, mi értelme? Tehát egy ilyen beszélgetésnek mi értelme van? Hát a Meganya Gáboros beszélgetésnek nagyon nagy értelme van. A jobboldaliak azt megnézik, már pedig meg fogják nézni azért, mert egy jobboldali emberrel beszélek, ahol elmondja egy jobboldali ember a saját jobboldali száján azt, hogy Oroszország és az orosz hatalomnak az ideológia Magyarország számára nem nyújt semmilyen perspektívikus jót. És ha én mondom ezt, az nem ér el sok emberhez, annak nincs haszna, hogyha ő mondja el, akkor annak sokkal nagyobb haszna van arra, hogy helyesen jelezzük, hogy mi geopolitikailag a barát ellenség felismerő rendszerben a helyünk, ráadásul senkivel, azokkal, sem a bal oldalon, sem a jobb oldalon, senkivel nem ütök meg olyan hangot, amit Magyarországon sokszor összetévesztenek a valóban kritikus léttel, az pedig az, hogy az ember azt gondolja, hogy aki mást gondol, az önmagában egy rossz minőségű ember. Én nagyon kevés emberről gondolom ezt. Vannak, kétségtelenül vannak, de nagyon kevesen. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a beszélgetés is fontos, ráadásul szerintem kell felületeket találni, ahol beszélgetnek az ellenzéki és a kormánypárti emberek, akkor is, hogyha ez az önnek a stílusérzékével nem feltétlenül egyezik. Félreértsen, teljes mértékben egyetértek azért azzal, gondolom hogy az oldalak közötti párbeszédre végtelenül nagy szükség van ebben az országban. Igen, én azért gondolom ezt, mert hogyha nem csináljuk, hanem folyamatosan csak a saját buborékunkkal beszélünk, akkor lesz az, ami például az ellenzéki politikából van, amikor nekem az egyik kollégám azt rakja ki a saját közösségi oldalára, hogy neki milyen népszerű a közösségi oldala, és akkor van ez a régi ógörög mítosz, az önmagába harapó kígyó, ami egy ilyen végtelen nyolcast mutat. De lehet, hogy végtelenül népszerű az ő oldala. Igen, és abból a népszerű az oldala, és akkor a politikai üzenet így eltűnik. Hát ez a politikai üzenet. Igen. Hadd kérdezzek még valami teljesen másik dolgot, mint hogyha a főváros álláspontja vagy Karácsony Gergely személyesen némiképp módosult volna a Mini Dubaj, Maxi Dubaj, ki tudja micsoda Rákos rendezős beruházás kapcsán. Az LMP változott? Az LMP nem változott. Az a fajta terv, amit a kormányzat ismertetett arról, hogy itt luxus lakások lesznek,
ha megnézik, van Belgrádban egy nagyon hasonló projekt, ajánlom mindenkinek. Tehát a belgrádi projektben arról beszélnek a belgrádi emberek, hogy szerb ember nem tudja magának megengedni azt a négyzetméter árat. Tehát ez orosz-ukrán, meg arab oligarcháknak épülő épület lesz, úgy, hogy közpark is lehetne, de azoknak a nézőknek szeretnék egy dolgot mondani, akik azt gondolják, hogy nekik a legfontosabb az, hogy ezzel a kormánnyal semmilyen együttműködése egy ellenzéki szereplőnek se legyen. Föltenném nekik azt a kérdést, hogy mi van akkor, nem tudom, hogy így van, de nekem van egy sejtésem, hogyha a főpolgármester és Lázár miniszter úr között van egy olyan megállapodás, hogy amennyiben főpolgármester úr valamennyire engedi ezt a Rákos Dubajnak nevezett projektet, akkor lesz majd cserébe a BKV bérletügyben valamilyen mindenki számára élhető meg. Ezt sejteti, gondolja vagy tudja? Én reménykedem, hogy nem így van. Én nagyon örülnék, hogyha főpolgármester cáfolnás, ugyanis, ahogy ön mondta, szerkesztő úr, nagyon megváltoztatta az álláspontját. Tehát ez, amit legutóbb... Mihez képest? Ő azért, mikor Zugló polgármestere volt, akkor egy ilyen oszlói mintára kialakított területrendezésnek a projektjét felvázolta. Tehát abban is voltak épületek, nem túl, de magas házak, tehát hogy az ő álláspontja ön szerint mihez képest? Azt a mondat sorozatot, amit főpolgármester legutóbb elmondott volna a Rákos Dubajról, én mondom mondjuk az Egyenep és Beszéd című műsorában, akkor másnap megjön a Szabó Tíme a közlemény arról, hogy Fidesz bérenc vagyok. Tehát azok a mondatok, amik ott elhangoztak, azok azt jelentik, hogy ezt a fajta projektet valamilyen módosítással, apró módosítással főpolgármester úr el tudja fogadni. Ez szerintem rossz. Oda közpark kell, és ha valamilyen jellegű lakásokat építünk, azokat a lakásokat a budapestieknek kell építeni, nem pedig olyan távolról jött embereknek, akik befektetésért és adóoptimalizálás miatt fognak ilyen drága dolgokat. Ungár Péter, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Ma reggel Trencsényi Dávidnak pedig az, hogy velünk együtt kérdezett. Örülök, hogy itt volt. Köszönjük szépen.